az olasz határon. Az út egy egynyomsávos. Körbe megmutatom a tájat. Egynyomsávos, ezért óránként 15 percre nyitják meg az utat egyik irányban, és utána a másik irányból a másik oldalról szintén. Hát ez a látvány. Hegyek körbe. Onnan jöttünk a völgyből, a tó túloldaláról. Az Ausztria. És ez az oldal. Itt vár mindenki arra, hogy megnyitsák a határt. És arra fogunk lefelé menni, az már Olaszország. Ott mutatja a tábla, hogy Olaszország közelebb hozom. Olaszország fele a kilátás. Egy kis fa a sziklán. És ott lent a völgy egy völgyzárógáttal. Távolban a Dolomitokkal. És a tetején még hómaradványok. Ugyan már a melegtől elolvad. Keményen fúj a szél. Ott van fent a csúcs. 2000 méteren vagyunk fent az olasz-osztrák határon. Készülődés az indulásra. Ausztriába megyünk Olaszországba. Előttünk motorosok fognak menni, osztrák motorosok. Azt mondja, hogy lemegyünk, akkor balra fordulunk. Indulás 12 óra. Gida úton megyünk Olaszországba. Itt óránként lehet átmenni. Ajaj. Jó kis kanyar. Ajaj. Ennek a motorosok rendben. Ajaj. Nem lehetem megszólalni. Nem gondoltam, hogy ilyen ez az oldal. Egyből vissza kell fordulni, mert ha nem, akkor nem vagyunk a szakadék. Jó? Kizárt dolog, hogy itt rájék egy szírták volna. Azt hiszem, hogy megszervítottak. Hát az aki ezen az úton nem igen vezetne az az érzés, nem a vállalkozna. Hát nem, hát. Tibor meg pláne, nem? Tibor az nagyon értődik az ilyen hegyektől. Fölvittük őket, jó magas egyszer, és nem adjuk, tehát hagyták magukat. Hát, gyönyörű út. Meg kell mondjam, hogy azon az úton, amikor fölmentünk, igen, majd mindjárt. Nem, aha, amikor fölmentünk azon a mozgós felvonón, ja. És a Tibor is, amikor fölértünk, azt mondta, na hát itt aztán, azért nekünk is éppen, hogy hívják volt. Hát még akkor szegénynek. Én fölértem, remegett a lábam, és nem mentem tovább. Azt mondtam, na jó, akkor menjünk vissza. Ja igen, ott nem mentünk tovább, még fölgyalogoltak, és átmentett lábam az ország. Igen, hát az volt az igazság, hogy ott már ritka volt a levegő. Hát magas, ott már 3000 méteren voltunk. Itt is 2000 méterrel ereszkedünk. Ott fönn gyönyörű gletszer van a Dolomiton. Csúszdák vannak. Ezek a rózsák voltak. Hát igen, nyílnak a havasi rózsák. Úgynevezett kis rododendronok, a mini rododendronok. A hétvégén lesz rózsafesztivál.
Köszönöm.
megyünk. Igen. Hát ott megyünk emellette. Good group, huh? Yeah.